van ilyen összötvös találkozó, ahol találkozol 1918-ban végzett Lenint még személyesen ismerő pajtásokkal, akik idegen emberek. Tehát ez lehet, hogy mi egy iskolába jártunk, de tulajdonképpen az emlékezet addig terjed, amíg vannak közös tanáraink. Ismerőseim közül is többen már ide jártak, ők is dicsérték, meg a negyedikes osztályfőnököm is mondta, hogy jöjjek ide. Apukám is már ide járt gimnáziumba, és utána itt is kezdett el tanítani. Édesanyám ide járt, és ő rengeteg ismerősem még most is ide jár. Nekem is a szüleim mind a ketten ötvös diákok voltak, és nagyon szép emlékeket őriznek most is az ötvösről. Azért jöttem ide az ötvösbe, mert az unokatesóm ide járt, és nagyon jókat mondott róla. Hát én, amikor hatodikban először a körbevezetésen voltam, akkor előtte sok iskolát végig látogattam, és hát természetesen ugye ez volt a legszimpatikusabb. Szeretek ötös diák lenni, én élvezem az iskolát, az itteni légkört. Nagyon jó ide járni az iskolába, én főleg azért szeretek, mert mindenki megtalálja a neki való programot és a neki való társaságot. Szerintem meg azért menő ötvös diáknak lenni, mert tehát az iskola tényleg nyitott ránk, és egy rakás olyan dologban támogat minket, amiben szerintem más iskolákban, vagy a legtöbb iskolában nem feltétlenül tudnak megmutatni, hogy mit tudunk. Segítünk, hogy megvalósítsd magad. Tehát ha egy mondatos, mondjuk ilyen szlogent kéne kimondani, és ez nagyon fontos. Tehát nem csak engedjük, hogy megvalósítsd magad, hanem segítünk, hogy megvalósítsd magad. Ugye az ötvösben nagyon sok olyan tanár van, akik különlegesen jól tanítanak. Jó azért itt tanítani, mert nagyon érdeklődőek a gyerekek, nyitottak, tele vannak ötletekkel, és azt hiszem az, aki idejön ebbe a gimnáziumba, az azon kívül, hogy mindenképpen tovább szeretne tanulni, nagyon sok mindent hozzá tud tenni az életéhez. A tanárok segítőkészek, élvezetesek az órák. Sose kellett nekem például azt éreznem, hogy bármennyire is a tanár szerep meg a diák szerep egy ilyen szembenállást is feltételez, és a diákok egy része ezt azt hiszem így éli meg, de hogy az együttműködésnek a lényegében erről soha semmiféle rossz élményt nem kaptam. A közösség az nagyon jó, és nem kell ilyen kockának lenni ahhoz, hogy valaki bejusson ide, ennek ellenére mégis minden gyerek értelmes. Más iskolában, más ismerőseimtől nem hallottam, hogy ilyen közösség lenne. Amikor csak a szünetekben a folyosókon járok, mindig találkozok egy baráttal, akivel jól el tudok beszélgetni. Csinos lányok járnak ide. Az, amikor először voltam az ötvösben is, volt egy nagyon különleges, barátságos hangulat. Az mióta, tehát ahogy ide jöttem, és utána itt vagyok, én már 6 éve, azóta sem változott meg. Persze a tanítás is nagyon jó, az órákat is nagyon szeretem, de a barátok azok, akik így megadják nekem ezt a hangulatot, ami itt van, és amit nagyon szeretek. És teremt egy olyan támogatás és egy olyan légkört, ami miatt nagyon jó ide bejönni, akkor is, ha aznapében 3 dolgozatot írunk. Nem kizárólag a jegyekért való hajsza folyik, illetve a versenyeredményekért, noha természetesen ez a része is fontos. Nincs kikényszerítve azt, hogy te miért nem versenyzel, te miért nem kórusozol, hogy mersz ilyet csinálni, hanem van kórus, lehet versenyezni, lehet sportolni, lehet az órán részt venni, és a szónak a teljes értelmében, tehát nem ott lenni az órán, hanem tényleg részt venni az órán. Ami szerintem nagyon fontos, és az ötvösben egyedi, hogy nagyon sok iskolán kívüli tevékenység is van, amit lehet csinálni. Rengeteg szakkör van. Énekkar, a sport, a versenyek, a különböző rendezvények, a színjátszókörök. A sítáborok igen meghatározó élmények szoktak lenni. Meg kell említenem az ötvös tábort, ami fantasztikus élményt jelentett, majd, hogy nem mondhatom, több 10 000 diáknak, belvárosi diáknak is, nem csak az ötvösösöknek. Hát ez a sok felvételiző gyerek még nem feltétlenül érti, hogy miért is jó az ötvösbe járni, hiszen rengeteg dolgot lehet nekik mesélni, és nagyon sok élményt mondhatunk el, de csak akkor lehet tényleg
megérteni ezt az egész dolgot, amikor már valaki első nap reggel átsétál ide az Ötvösbe, és belép az ajtón is, megfogja az a hangulat, hogy itt van körülötte a rengeteg ember, az összes 12-es, aki előre kinyitják az ajtót, és ők is örülnek neki, hogy te csak 7-es vagy ugyan, de már 5-ös diák vagy, és teljesen befogadnak ők is. Nagyon máshogy néz ki a mi iskolát, mint általában szoktak a gimnáziumok. Egészen különlegesnek mondható dolog a mai Budapesten ide járni. Van benne valami történelmi is, meg van benne valami modern is a másik szárnyban. Középen van egy hatalmas udvarunk, az szerintem nagyon jó. És hát olyan lehetőségeket nyújt az épület, amiket szerintem nagyon kevés másik iskola. 99-2000-ben volt egy nagy felújítás, egy új szárnyat is kapott az iskola. Én nekem az mostani igazgatói irodám ez az osztálytermem volt. Ami érdekes volt az oldalfalaknak, a márvány, fehér márvány, sütői fehér márvány lapoknak a felszerelése, az eltarthatott volna, vagy 3 évig, míg leverik a régi vakolatot, azt az olajlábazatot, és elhatároztuk, hogy ha tudnak 400 kalapácsot szerezni, akkor a diákokkal egy hétvégén leverjük a vakolatot. Beosztottunk mindenkinek egy 3 méteres szakaszt, és ráírtuk fölülre a falra a nevét, hanem mindenkinek a maga kis részét le kellett verni. A lányok teát hoztak, zsíros kenyeret, lilahagymával, fantasztikus volt ez a 2 nap is. Az épület az nem csak a falak, hanem az épület az azok a lelkek is, akik valaha itt voltak ebben az épületben. Az épület is mennyire örül annak tulajdonképpen, hogy mi itt lehetünk benne. Az egyik szoborhoz, ami itt lent áll, az egy világháborús emlékszobor, és annak a virágcsokrát, vagy azt a lányt, aki itt a szobor ábrázol, hogyha megsimítjuk az órák előtt, akkor egy olyan babona van ezzel kapcsolatban, hogy nem fogunk felállni azon az órán. Jó pár híresség így járt ide már korábban is előttem. Engem nagyon inspirál az, hogy ennyi híres és nagy ember járt ide, tehát aki a parlamentet tervezte, aki most akár tévéműsorokban szerepel. Az az igazság, minden évfolyamban, aki előttünk volt, volt legalább 1-2 név, akit mi döbbenten álmélkodva értettünk meg, hogy ő is ötvös diák volt. Tudod, az az igazság, volt ennek, és van ennek egy hasonlíthatatlan rangja, hogy valaki azt mondhatja, hogy én ötvös diák vagyok. Nekem az apukám is ide járt, és a később az a lány, akit feleségül vettem, ő pedig egyel alattam járt az ötvös, bár akkor nem ismertük egymást. Sőt, a 2 gyerekem is ide jár jelenleg, úgyhogy nekem elég szoros a kötődésem az iskolához, én nagyon szerettem ide járni. 1995-ben érettségiztem itt az Ötvös József Gimnáziumban, és azt kell, hogy mondjam, hogy az Ötvösben tanulni az egy nagyon nagy előny az életben, hiszen tagja lesz az ember az Ötvös maffiának. Az ember mindenhol találkozhat Ötvös diákokkal. Én találkoztam már velük EKG-n, egy borbárban, pultosként, és az élet számos területén. Kint voltunk, hát én valamikor sportoltam, és kint voltunk a Kaukázusban, egy szovjetunióbeli turnén, és egy orzsoni Kidze nevű kisvárosban. Hát ott azon kívül, hogy vívtunk, azon kívül már ezt nem lehetett csinálni, mint esténként pezsgőzni vagy iszogatni, és hát megfelelő módon, hát jól éreztük magunkat, nótázgattunk, egyszer csak kopognak az ajtón, kinyílik, bejön egy alacsony, pici ember, szóval uraim, megengedik, hogy bejöjjek, magyar szót már nem hallottam egy fél éve, Jobbágy Károly költő vagyok, ő volt az Ötvös József Gimnáziumnak a magyar tanára. Ötvös diáknak lenni azt hiszem, hogy nem csak 18 éves korjáig határozza meg az ember életét, hanem hát nem tudom, hogy az egész életén keresztül, mert abban még remélem nincs tapasztalatom, de hogy nagyon sokáig az biztos. Nekem biztos, hogy az eddigi életemben is ez majdnem olyan fontos volt, mint abban a 4 évben, amikor ide jártam. Nagyon sok mindent kaptunk ettől az iskolától, és kaptam én is ettől az iskolától személyesen. És nem csak a tantárgyakbeli tudást, vagy talán nem is azt elsősorban, hiszen az természetes, hanem valami olyan életszemléletet, valami olyan hozzáállást a világhoz, ami nekem a mai napig nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindannyian így vagyunk ezzel, akik valamikor ebbe az iskolába jártunk.
amikor tanuló az ember, akkor ő nem tudja, hogy ő az ötvös gimnáziumban tanul, és hogy ez mit fog adni neki, és mi lesz ebből az egészből. Most itt 65 évesen azt érzem viszont, hogy nagyon hiszek abban, hogy az embert fiatal korában, gyermekkorában, kamaszkorában milyen hatások érik, milyen rezgéseket vesz át a környezetétől. És ebben az ötvösben most így visszagondolva az a csodálatos, hogy a rezgései, a falak egy polgári társadalomnak még a megmaradt érzései és világa. Nem könnyű időszakban jártam ide 8 évig, 1944 és 51 között. Egy ragyogó szellemű iskola volt, tényleg egymásért éltünk és egymás segített, és olyan légkör volt, amit én később sem a főiskolán, sem az életben nem tapasztaltam. És a harmad év közepén kerültem Budapestre, és ide az ötvösbe, és itt érettségiztem 1965-ben. Tehát már régen volt. Arra emlékszek, hogy nagy sportélet volt ebben az iskolában. Volt egy agilis tónatanár, Harmat Jusszuk bácsinak hívták, és ez nagyon szerette a sportot, kosárlabda, vízilabda, vívás. Ugye hát engem még Jusszuf tanított, ugye, testnevelésre, aki hát fél évig nem is jött be az órákra, tehát nem is igen láttuk, ő bedobott egy labdát, közölte, hogy labdahajsza, ha zaj volt, akkor megjelent és két öklét felmutatta, ami azt jelenti, hogy 10 fekvőtámaszt kellett végezni. Jusszuf egyébként, mint a vamzerek, nem volt az, ilyen egészen vastag fröccsgumi talpakon közlekedett, és nesztelenül tudott feltűnni a tornaterem legváratlanabb pontjain, de ez nyilván óraadásnak nem volt nevezhető, de mi jól éreztük magunkat, Jusszufot tiszteltük, a kosárlabdázás rejtelmeibe azért mégiscsak ő vezetett be bennünket. Nagyon sok olyan válogatott sportoló is került innen ki, aki a végén olimpiai bajnok lett. Mikor idejöttem az ötvös gimnáziumba, bizony irgalmatlan problémáim voltak az orosz tanulással, nem is nagyon bűvészkedtem vele, eljött az érettségi, mit volt mit tenni, Sebők Vilmosról, legjobb oroszosról, betűről betűre lemásoltam az érettségi dolgozatát. Na, eljött az ítélet pillanata, olvasom, a következő volt a jegyem, közepes, hármas, indoklás. Igaz, hogy a rejtett nyelvtani fordulatot megoldotta, de olyan szarvas helyesírási hibákat ejtett, hogy közepesnél jobbat nem érdemel. Sebők Vilmos, jeles, az kiválóan megoldotta a nyelvtani fordulatot, eltekintve egy-két jelentéktelen nyelvtani hibától dolgozata jeles. Megérkezett az iskolába 56 következtében jó néhány olyan tanár, akik korábban az egyetemen dolgoztak, ott tanítottak, és ennek megfelelően az egész iskola légköre hát nem középiskolás volt, legalábbis számomra nem középiskolás volt. Rettenetesen laza, szabad, kellemes légkör volt az órák legnagyobb részén. A legforrongóbb, legnehezebb korszakban, ugye mindenkinek a legnehezebb évei, a gimis évek, adta azt a szabadságot, ami azért a 60-as években kivételesnek számított, én úgy gondolom. Miközben az iskola természetesen tartotta a kereteit, azért adott annyi szabadságot, hogy mi kibontakozhattunk. Tehát kereshettük önmagunkat bátran, és ehhez elismerést és támogatást kaptunk. A diákszínjátszó mozgalom, amiben belekeveredtem egy véletlen folytán, tulajdonképpen mint egy utolsó löket volt a pályámon, utolsó előtti egész pontosan, hogy én színésznő legyek. Emlékszem az ötvös diszkókra, azok nem tudom, megvannak-e még, ezek péntek esténként voltak lent a Pince klubban, amik hát borzasztóan zsúfoltak voltak, és ott is az volt bennem, hogy én maradtam volna mindig olyan egyik-kettőig, de éjfélre haza kellett mennem. Szerintem elég jó osztály voltunk, bár ennek némileg ellentmond, hogy egyetlen érettségi találkozónk sem volt, de ennek nem tudom az okát. Szóval én nagyon szerettem
idejárni, és szóval pont olyan volt az iskola, amilyen úgy tudom, hogy most is. Tehát, hogy aki akar, azt tanulhat, aki nem akar feltétlenül kitűnő lenni, azt azért úgy békén hagyják, hogyha normálisan teljesít, és van egy jó légkör. És az volt a jó, hogy aki nem akart tanulni, az remekül lébecolt. Én is be kell vallanom, ezek közé tartoztam. Aki viszont tovább tanulásra készült, egyetemre szeretett volna menni, jogra, orvosira, az ezektől a kiváló tanároktól tökéletes felkészítést kapott, kaphatott, hogyha élni akart vele. Ennek megfelelően a társaság egy része az remekül felkészült az életre, a másik része, és én is közéjük tartoztam, az pedig, hát nem akarom ezt a kifejezést használni, de majd tudom szórakozni járt ide. A baráti társaságért, meg egy csomó olyan fantasztikus, színes tanáregyéniségért, akiket egyszerűen érdemes volt 8 órakor megjelenni. Egyébként nagyon nagy hatású tanáraim voltak, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek az életben. Miattuk szerettem meg az irodalmat, miattuk jó a helyesírásom. Első-másodikban Zsombori tanárnő volt, Zsombori Ibolya, a legendás magyar tanár, aki hát 1-5-ös alapon iratott velünk általában helyesírási dolgozatokat, és ennek köszönhetően én 5-ször másoltam le a helyesírási szótárat, ám azt kell, hogy mondjam, volt értelme. Nagyon fontos élményem volt Feldmayer Irba néni, aki latint tanított, és ő játszotta velünk azt a mókát, hogy hát gyerekek, fordítsátok le ezt is ezt a részt a Horáciusból, de ha lehetne, akkor vers formában. Tehát műfordításokat kért tőlünk, és akkor hát az egész osztály egy hatalmas versírási láz tört ki, és gyakorlatilag én akkor tanultam meg azokat a versformákat, hogy igazán, amiket most én énekelek, ugye? Barátaim voltak, szerelmeim voltak, balatonfenyvesi nyári tábor volt. Összejött itt egy nagyon jó középiskolás bajnokság, tehát egy nagyon színvonalas volt, mert más is Kölcsei, Árpád, oda járt a többi vízilabdászó. De általában megvertük őket, na, a lényeg az. Nyertünk Budapest bajnokságot, kosárlabdán már a gimnáziumok között, és rengeteg nagyon-nagyon kellemes élménnyel gazdagodtunk itt a 4 év alatt. Az egész gimnázium kijött szurkolni nekünk a régi sportcsarnokban, amikor a budapesti döntőt játszottunk. Tehát itt valóban a sport az főszerepet játszott, amellett, hogy az ötös mindig híres volt a magas színvonalú oktatásról is. Egy élményem van, amikor a korlátom megpróbálta nekem megtanítani a felkarálást 6 osztálytársam segítségével, akik darabonként egy testrészemet fogták, majd ezután beestem mindennek dacára a korlátok közé, és 2 bordám elrepett. Varga Laci bácsi azt mondta, hogy a sérülésekre való tekintettel 2-es. Nagyon fontos volt még a zenekar is, amit Szűcs Gergő tanár úr vezetett, és hát ott nagyon, én csellóztam ugye már a fehérvári korszakomba, és hát azonnal bevettek is zenekarba, és rövid utat közölte velem, hogy akkor hát akkor honnantól te bőgözni fogsz. Hát mondom, tanárul, hát én nem tudok bőgözni, én csak csellóztam. Hát az csak méretkülönbség, azt 2 délután átveszik az anyagot, és te megtanulod. És mivel nem engedett vitatkozni, én valóban 2 délután után már ott álltam, és játszottuk a Beethoven karfantáziáját. Az mindenképpen egy jó dolog, hogyha találkozom valakivel az életben, és valahogy kiderül, hogy ebbe a gimnáziumba jártunk, akkor olyan kölcsönös jó érzések fognak el bennünket. Még mindig tartjuk a kapcsolatot osztálytársakkal, tehát ez pedig csak úgy történhet meg, hogy valóban nagyon-nagyon sok szép élményt hordozunk magunkban még mindig, és időről időre találkozunk. Amit meg magammal vittem ebből az iskolából, az tulajdonképpen ez a légkör, ez a hangulat, a szabadságnak, a felszabadultságnak, a színes tanáregyéniségeknek az az emléke, ami nagyon-nagyon hosszú évtizedeken keresztül elkísért. A 60 éves érettségi találkozón még egy páran ott voltunk, mindenki a legnagyobb szeretettel gondolt vissza ezekre az időkre, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ide járhattam. Az ötvösnek a több mint 150 éve és a beléépült generációk azért azok adnak egy olyan folyamatot, amik szerintem függetlenek attól, hogy éppen az ötvös egy adott időszakban szakmailag, vagy akár az országban való elismertségében milyen helyet tölt be.
Tehát a gyerekek szerintem ezt élvezik, hogy ők a saját életkori szintjükön, hogy mondjam, értelmiségként létezhetnek ebben az iskolában, és talán mondhatjuk úgy is, hogy fölkészítjük őket az értelmiségi létre. Nem feltétlenül konkrét szakmákra, hanem arra, hogy egy értelmiség hogyan áll hozzá a világhoz. Nagyon jó dolog ötvös diáknak lenni, de szerintem ezt igazából csak az érti, aki ténylegesen már ide jár ebbe az iskolába, és megtapasztalta azt a sok jó élményt, amit mi is egy-egy nulltáborral, egy-egy ötvös napok alkalmával. Ha össze akarom foglalni, 1, 2, 3, 4, ötvös.